robbanás, amit mondtál, se veszedett, nem rubi rajta, köröket ki kell kerülni, hatalmasat robban. Szépen itt menti a népet, és ott azt de csúnyán kivégezte az a Slayer. Észhez kapott, és befordult a láncszer a szembe, és nem tudja meg, hogy fény. Hát, ebből a maciból viszont kapát lesz. Ez az, amit egy jó párjátékból nagyon hiányzik. Üdvözlök mindenkit, Dantem vagyok, egy újabb videóval tértem vissza hozzátok, egy kis csúszással, de mégis itt vagyok. Most egy kicsit rendhagyó adás következik, hiszen nem Dungeonről lesz szó, sem PvP-ről, hanem igen, egy karaktert fogok nektek jellemezni a Terra Online-ból, és ez most per pillanat egy Kastanik Berserker lesz, 11-es szinten áll. Igazából túl sok képességét nem fogom tudni bemutatni, de nagyjából remélem egy kis kevcsinálónak bőven elég lesz. Mint észrevettétek, egy új bemutatkozó videó is volt ugye a videónk elején, és ezt nagyon köszönöm Ozi barátomnak, aki ezt nagy lelkesedéssel készítette nekünk, hogy kicsit látványosabbak legyenek már ezek a kis videó bejátszások. Nos, hát szerintem vágjunk is bele. Az első skill, ez a Shout skill lesz, amit hogyha eljúzol a Berserker, akkor 100 manát tölt föl neki, és 20 másodpercig meg is tartja az összes manát, amit gyűjt. A következő skill, ez a Ciklon. Ha ezt a Berserker csak simán rákattint és elnyomja, akkor csak egyet pördül, de viszont ha charge-olja, mint látszik, akkor viszont nagyon hosszan előre támad és pörög. A következő támadása a Thunder Strike, amit szintén lehet sima júzolással egyből elütni, vagy mint látható, egyből egy gyors támadást, ugye egy feltöltött, de erős támadást lehet látni. A következő a Flatten nevű képessége, amivel föllöki az ellenfeleit 4 méteres távolságon belül. Ez, amit itt láthatunk, a Berserker egyik legjobb képessége a Block volt, Axe Block, amivel ki tudja védeni az összes szemből jövő támadását. Na de, akkor vágjunk is bele, ez hogyan néz ki élesben egy egyedülálló mob ellen. Mint látható, a Flatten és a Thunder és a Ciklon képességeket állandóan jól lehet használni, amikkel egész szép damage-eket lehet okozni a mobnak, de legfőképpen itt látható, hogy a Ciklon nevű képességgel okozom ugye a legtöbb damage-et, és a Thunder Strike nevű képességgel egy nagyon pontos és erős támadást viszek be, míg a Flattenon ugye megpróbálom fellökni, stunolni az ellenfelet, és így próbálok nagyobb damage-eket bevinni. Közben ugye megpróbálom blokkolgatni is ennek a mobnak a támadásait, bár a alap díszmozdulata is úgy nézek ki, mintha távon, de szóval így eléggé viccesen próbálkozok ugye blokkolgatni. És mint látható, az alaptámadással tudom tölteni a manámat, és így még több manát gyűjthetek arra, hogy támadjak. Na de nézzük meg, hogy ez hogyan néz ki mégis több mob ellen. Ugye a Shout skill-lel feltöltöm egy kicsit a manámat, hogy tudjak támadni. Hát igen, mint látható, a Ciklon képességemben szinte azonnal elhullik az ellenfél, ezek a kis addok ugye a csoport mobnak a főnöke mellől, és ugye, mint az előző fighthoz hasonlóan, már csak egy single mobbal állok szemben. Amit láthatóan a Berserker egy kicsit nehezebben győz le, mint a sok kicsit együttvéve. Szóval igazából, mint látható, ugye a Berserker inkább több mob legyőzésére van kiélezve, mint egy mob legyőzésére, bár, mint látható, abban is megbirkózom, de ez nem annyira látványos, mint amikor berongyul a tömegbe és elnyomja a Ciklont, és így próbálja meg legyőzni az ellenfeleit. No, de viszont jöjjön az, hogy milyen ez, amikor még level 10-esen találkozunk az első boss dungeonben, első bosszal egy dungeonben, amit egyedül kell legyőznünk, egy NPC priest segítővel. Itt viszont már jól látható, hogy az Axe blokkal lazán hatástalanítom azokat a támadásokat, amiket a boss próbál rámérni. Ezeket könnyű észrevenni, hiszen hát igazából nem azt mondanám, hogy könnyű, hanem azért a szemfülesek már biztos észrevették, hogy egy nagy piros csillanás van a mob szemében, és ezáltal tudjuk jól, hogy mikor fogja elnyomni ezt a képességet, vagy hogyha már jól ismerjük az adott mobnak a mozdulatait, akkor már előre tudunk kellene védekezni.
Mint látható, folyton blokkolom, védekezek és blokkolom a támadásait, és amikor vannak holt terei, holt ágai a támadásai között ugye a bossnak, vagy az éppen adott NPC-nek, majd amivel ellen fogtok harcolni, akkor fogom ugye bevinni, vagy viszitek be ezeket az erősebb damage-eket, amik ilyen erősebb lények. Nagyon-nagyon jó dolog a berserkernél ez a blokk, nekem is rá kellett jönnöm erre, hogy abszolút nem szabad félvárról venni a blokkolását a berserkernek, hiszen mind melee, mind ranged karakterek ellen nagyon nagy segítség tud az lenni, hogyha nagy erejű damage-eket ki tudtok védeni berserkerrel. Szóval mindenféleképpen csak javasolni tudom a blokk használatát, hiszen nincsen evasion képessége a berserkernek. Ugye most nem tudnék túlságosan mozgékony karakterek a berserker, bár a magasabb szinteken már a feltöltős képességeivel, mint a Thunderstrike-kal, a Ciklonnal már fog tudni mozogni, miközben ezeket föltölti, és így tudjátok majd követni az éppen menekülő vagy távolodó ellenfelet, vagy tudtok helyezkedni a fight során. Hát én nagyon köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót is. Nos, hát én elbúcsúztam, örültem, hogy engem néztetek, és ne felejtsetek el feliratkozni a YouTube csatornámra. Viszlát!